nem ígért túlságosan sok jót. Weber a labdával, 8. perc az első félidőben, ez pedig 11-es. A buktatás. Kozmát buktatja föl a pécsi védő, ha minden igaz, Pest, bár a számot nem lehet látni, mert varázslatosan eltüntették a pécsiek. Kozma végezheti el a büntetőt, most már a 9. percben vagyunk. Kozma tehát. És a kapus keze alatt rúgja be az újpestiek vezető gólját. Regős, remekül indul el a jobb oldal felé, Kozma azonban erővel rúgja, és pontosan is a jobb alsó sarokba. 1-0 tehát. 10. perc, pécsi szabadrúgás. Dorobanto és Azolcai van, Ben Prajilki és az övé. Másodszorra kicsit ráijeszt az újpestiekre. Tököli, Azolcai. Egy jó lefordulás és egy prajvédés. Dienes rúgta rá. Molnár emeli befelé, Horvát, 31. perc, Horvát, és megfogja Regős. 38. perc, Mártonak ad fönn, Vukovic szerzett labdát, Horvát mehet, nincs les természetesen, 38. perc, Horvát, elfekteti Regőst, 2-0. Vukovic szerez labdát, és remekül indítja Horvátot. Ahogy elfekteti a kapust, onnan már nem lehet kihagyni. 2-0. Az Ojcai a jobb oldalon, 39-40. Perc, Dorobantu, és ki tudta hagyni, Tököli fordul rá, ez meg mellé. Kozma szerez labdát, 13. perc, Kozma mehet, Weber és Vukovic is bent van, és ez a harmadik újpesti Egressi szerzi. 13. perc, Kozma a megszerzett labdával. Elmegy a jobb összekötő helyén, 3 újpesti, és a harmadiknak érkező Egressi rúgja a harmadikat. Vukovic csípi el, Dorobant váltatását, aztán most már Egressi, még a vonal előtt is elhalászta. Weber a túloldalon, Egressi Weberhez. Weber, Turi, gól! 22. perc. Egy megszerzett labda Vukovic Egressinek. Ki a bal oldalra? Weber érzi, tudja, vagy tán hallja, hogy jön Turi, aki azonnal rúgja be a bal alsó sarokba. 4-0. Vukovic. Remek indítás Egressinek, Egressi kinn a kapuból, 5-0. Másfél perccel a negyedik gól után. Egressi kicsalja Regőst, és mindenki tehetetlen a pécsi védelemben, 5-0 lett gyorsan. Harmincadik perc, újpesti szabadrúgás, Kozma és Füzesi. Füzesi egyemelés, Szanyó, és kihagyja, mert nem ér hozzá. 32. perc, Szanyó a labdával. Weber már helyzetben, Weber, gól! Remekül csinálta. Itt van Szanyó, beteszi középre Weber, ahogy átveszi már Csel, és azonnal a sarokba. 6-0. Harmincnegyedik perc, pécsi szabadrúgás. Valószínűleg tartom, hogy Márton rúgja majd. Nem. Gól! Dárdaira tippelek. Itt van még egyszer, egy legurítás Dárdai, puff, be a jobb alsó sarokba. Szép gól.
Szanyó kifelé oldal, azt lezárk. Vissza Szanyóhoz Weber, nagyon szépen Szanyó Eccsel, középre. Vukovic is kihagyta, és Jenei is kihagyta. Gratulálok, azt hiszem, hogy születésnapra edző, ritkán kap idén kezdetben ilyen jó mérkőzést, ilyen jó eredményt. Igen, az első fél időben óriási volt a küzdelem, jó játszott nagyon a Pécs, de jó ütemben rúgtunk gólokat, és tulajdonképpen a csapatot a harmadik gól nagyon megnyugtatta, és utána tényleg szellemesen, ötletesen és nyugodtan futballozott. Azt hiszem, hogy az Újpest építése tovább folytatódik, ami tavasszal az idén végén abba maradt, az most lehet, hogy egy még bővítettebb kiadásban következik, majd idén össze? Hát megmaradtak nagyjából azok a játékosok, akik voltak, bár hát távozott is két-három számottevő játékos a csapattól, de igazoltuk a Vukovicsot, és azt gondolom, hogy a játékosok néhány olyan dolgot tanultak meg, amiből remélem, hogy profitálunk. Nevezetesen? Hát a támadójátéknak az összetevőibe szerintem javultunk, és hát remélem, hogy ezt meccseken is tudjuk hozni. Újká bennem a kérdés, tehát rögtön ki is jön. A világbajnokságon látott tapasztalatokat is használja már az edző? Hát a világbajnokságon, amit láttam, abból leginkább a gyors játék az, ami engem megfogott.